videófelvételt készítek erről a nagyon szép technik sci-fi-ről. A hangfalak, már előre mondom, csak illusztrációk, ez egy másik Technics Mini Hippie-nek a hangfalai, de hogy le tudjam tesztelni és felvételt tudjak készíteni, arra teljesen jó. Léptetek előre egy pár tréket a lemezen. Csodaszép hangja van szerintem. A Hippitoronynak nincsen meg a saját távirányítója, de találtam hozzá, szerencsére a Panasonic és a Technics az egyesül. Találtam hozzá egy olyan távirányítót, ami kezeli a kibekapcsolás, a funkcióváltásokat. A CD egyet megnyomva elindul a lejátszás a CD-n. A csatornaváltások a rádión, hangerőállítás. Szóval nagyon szépen működik. Halkítok rajta, mert az ismert zenei anyagtartalmat, védett zenei anyagtartalmat a YouTube azonnal letiltja egész videóval együtt, és akkor feleslegesen csinálom az egészet. Ez meg elég ismert zene. Azt próbálom, hogy... Ja, itt van. Tudok 11-esre is léptetni, de... Lehet látni, hogy szépen gyorsan működik a CD lejátszója is. Vissza a 3-asra mondjuk. Szépen gyorsan megy. A kazettás magnó egységét az sajnos szíjazni kell. Raktam be valamelyik oldalba a kazettát, motorosan nyílik a kazetta ajtaja. De mivel nagyon kevés ember használ már kazettát, nagyon sok embernek nincs is. Ezért csak megmutatom azt, hogy a fej, meg az elektronika, az működik benne. Lehet hallani, hogy fölviszi a fejet, kikapcsol. Más oldalnál teljes mértékben ugyanez. A görgök és a fejek állapota az vadonatúj, azt láttam, belevilágítottam. De a görgök állapota is szerintem teljesen rendben van. Nagyon nem látni, így bele megpróbálok belevakúzni. Majd a fényképezőgéppel, mert ebben nem tudok így. Megmutatom a rádió részét és a CD részét. Láttuk, hogy nagyon szépen működik. Átkapcsolok tunerre, Input Select, Ext, Aux, de megmutatom távirányítóról. Egy gomnyomás és már a rádión is vagyok. Hát itt mutatom, hogy a csatornákat így lehet váltani. Retro rádió megy. Gyönyörű szép spektrumanalízere van. Ilyen 3D-s megjelenésű szinte. Hát köszönöm szépen, hogy megtekintetted róla készült videófelvételemet. Sok szép forrás zenehallgatást kívánok ezzel a remek hippihez. További szép napot, és nagyon szépen kérlek, tekintsd meg róla készült nagy felbontású képeinek is. Távirányítóval adom a Hippitornyot hangfalak nélkül. Köszönöm!